2007. október 23-án, kora este, Ránszkell városának ünnepi megemlékezésének legfőbb szervezője az időjárás volt. Az ord hűvös, esős idő dacára szép számú városi polgár gyűlt össze a híd lábánál. A Hősök terén, az elmúlt években felállított kopjafánál Ránszkell város intézményei és Ránszkell város polgárai róták le kegyeletüket 56 hősei előtt. Itt hajtottak fejet azelőtt a teljesítmény előtt, melyel Magyarország a szuperhatalommá lett Szovjetunió vörös hadseregével is szembeszállt. Az ünnepi együttgondolkozás, amelyre a szervezők invitálták Ránszkell városának lakóit, az időjárás miatt a városház előtti térről az Ács Károly Művelődési Központ színpadára költözött. Az ünnepi szónok Páncél Károly, történelemtanár, országgyűlési képviselő volt. Elég volt, mondta 51 évvel ezelőtt egy kis nemzet. Elég volt a rabságból, elég volt az idegen megszállókból, szabadság kell. Elég volt a becstelenségből, tisztaság és tisztesség kell. Elég volt a hazugságokból, őszinteség és igazság kell. A forradalmunkról az egész világ tudott. Voltak azonban, akik nem értették. A nyugati demokráciákban sokan éltek, akiknek fogalmuk sem volt a kelet-európai szovjetzónák nyomoráról, a parasztok kizsigereléséről, a kötelező beadásokról, a recskitáborról, a szegénységről, a nyomorról, a véget nem érő párgyűlésekről, a szabad népfélórákról, az önkritika gyakorlásról, a besúgásokról, az AVH-ról, a fekete autóról, a letartóztatásokról, a kitelepítésről,
az egyszál lúdenkabátról, a ragacsos fekete kenyérről, a sivár üzletekről, és a mindent elborító, hangos és alattomos terrorról. A szabadság első belélegzése után öntevékeny csoportok azonnal hozzáfogtak a rend biztosításához, az élelmezés megszervezéséhez, és hirdették meg a munka újbóli felvételét a munkahelyeken. Fejet hajtunk azok előtt, akikben volt bátorság szembeszállni a diktatúrával, és akikben volt annyi hűség, hogy egész életükben nem tagadták meg a forradalom szellemét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szabadságról és a tisztaságról beszéltem. 56 igaz volt és hazugságtól mentes. Hazudtunk reggel, délben és este. Hazudtunk minden hullámhosszon, mondta Gerő Ernő beismerő beszédében a forradalom előtt. A forradalom igazságkereső napjai előtt a Rákosi korszak, majd a forradalmat követő Kádár rendszer lételeme volt a hazugság. Magyarországon meghonosodott a hazugság kultúrája. Éljen és virágozzék a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság. Soha nem volt szovjet-magyar barátság. A lakosság döntő hányada egyenesen utálta a szovjet rendet, de részt vett a hazugság rituálein, a vállalati ünnepségeken, évnyitókon, avatásokon. Tiéd az ország, magadnak építed. Minden hatalom a dolgozó népé. A dolgozó népnek semmi hatalma nem volt, és ezt mindenki pontosan tudta. De az emberek elmentek május 1-én felvonulni, és integettek az emelvényen állóknak, akik minden hatalmat a saját kezükben összpontosítottak. A hazugságnak az élet természetes részévé kellett válnia. A hazugság civilizációját kellett létrehozni, ahol az emberek döntő hányadának meg sem fordult a fejében, hogy kimondja azt, amit gondol. Félelem és hazugság. A félelemkeltés párosult a hazugsággal. A forradalom megtorló keze véres volt, a másikban zsíros kenyeret tartott. Egyik oldalon a szovjet tankok lánctalpai, a rommálott város, a gulág, a kivégzések, az összekötözött, arccal lefelé, jeltelen sírokba eltemetett mártírok. Egyik oldalon a félelemkeltés, a másikon a szobakonyhás biztonság, apró gyarapodás, szakszervezeti beutaló, hűtőszekrény, trabant kiutalás. Félelem és hazugság megtörte a gerinceket, megalkuvásra kényszerítette a nemzetet. Nehéz volt felmondani ezt a mefisztói alkut. Tisztelt megjelentek! Minden ünnep önvizsgálat is egyben. 1956 arra is kötelez bennünket, hogy megmérjük magunkat. Megmérjük magunkat, hogy lemondunk-e becsületünkről, üdvösségünkről, anyagi, politikai, kényelmi érdekeink javára. Megmérjük magunkat, hogy olyan magasztos fogalmaknak is van értelme, mint bátorság, merészség, tisztesség, az ideákhoz való ragaszkodás. És akkor, ha megmérjük magunkat, beteljesedhet az író jóslata. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Az ünnepi együttgondolkodás, az ünnepi megemlékezést a Ráckevei Agenda Gimnázium tanárai, tanulói és Ráckev polgárai adták. Azon az első 1990-es szabad ünneplésen, amelyet még Fegyó János tanár úr szervezett, egy gimnazista lány szavalta el I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című versét. Simsik Zsuzsa, mert ő volt az a diák, elfogadta meghívásunkat erre a mai együtt gondolkodásra, így most 17 év után ismét ő tolmácsolja nekünk így és halhatatlan sorait. Így és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzeljelében.
Nem csak a bíró hűvös ítéletében. Bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, ijedten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pszitjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban. A csöndet növelő könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjelekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben az operában, épp oly hazug, harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben, halkan sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy rég istenek sem. Ott zsarnokság van az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, s abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves. Mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt hogy vagyokban, a hirtelen puhábban fogott készfogásban. Ahogy egyszer csak szerelmed arca meg. Mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban. Tartja magát a legenda, Nagy-Britannia miniszterelnöke Winston Churchill egy papírcetén nyújtotta át az amerikai elnöknek és a szovjet pártfőtitkárnak, hogy Magyarországon a szovjet befolyás 50%-ban érvényesül a terület visszafoglalása után. Bárhogy is történt, a végleges állapotot a Vörös Hadsereg jelenléte döntötte el. A bolsevizmus ősellensége Churchill mondta 1946-ban. A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai Triestig vasfüggöny ereszkedett le a kontinensre. E vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa összes ősi államának fővárosai, Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Minden híres városok és a körülöttük levő népesség a szovjet érdekszférába kerültek. A világ legnagyobb rendőri szervezetét építettük fel, amely nemzeti intézményét tette a besúgást és tudományos tökére emelte a testi, lelki kínzás módszereit. Korbáccsal űzzük a nyögve szenvedő tömegeket a teoretikus jövőbéli boldogság felé, amit csak a mi szemünk lát. De ennek a nemzedéknek már elfogyott az ereje. Kimerült és kivérzett a forradalomban, nem maradt belőle más, mint nyöszörgő, zsibbadt és egykedvű massza az oltáron, ahová áldozatul odavetették. Ezek a mi következetességünk következményei. Ez a világ várt Magyarországra is. A demokrácia szalámi taktikás felszámolása után hazánk gyakorlatilag a Szovjetunió tag köztársaságává vált, vállalva a kommunista népek nagy családjához tartozás gazdasági és politikai következményeit. Az 50-es években Magyarország volt a legszilárdabb bástya, és Rákosi Mátyás állandó bizonyítási vágytól fűtve Sztálin legjobb magyar tanítványa lett. 1956. februárjában Hruscsov, a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottságának titkára, az SKP 20. kongresszusán a személyi kultuszról és következményéről címmel beszédet mondott. A sztálinizmus bűneit feltáró, akkor még titkos beszámoló, rövidesen világszerte erőteljes visszhangra vált. A beszéd hazásai hazánkat sem kerülhették el. Szabadság! Kis írkalapjaimra, padomra és a fákra, homokra és a hóra felírlak én. Minden beírt papírra, minden üres papírra, ha nincs, hamura, kőre, felírlak én. Mezőre, láthatárra,
Szárnyra kelt madarakra, árnyak malmaira felírlak én. A forradalmak kitörését a régi rend tekintélyvesztése okozza, melyet a nemzetközi helyzet és a lakosság életfeltételeinek elviselhetetlenné válása alakít ki. A másik fontos feltétel, hogy a forradalmi erők egymásra találjanak. Az egyik cselekvőtábor tehát az ellenzéki elit, a párton belül, a másik az utca népe, mely tettekkel jeleníti meg, hogy azonosul a helyzet által kiválasztott vezetőkkel. A szél, a ház, mint egy hajóor, az éjszakában jobbra-balra bókol, zörög, remek, papír, keret, és lent fekete torlaszokban, csörömpölő aszfaltmederben, páncélosok robaja robban. Hullám hullámra vág a háznak, a fúdoklókon át, meg átcsap. S a házak mind, a roncshajók, csak imbolyognak és zihálnak, sovány antenna árbócokkal, még himbálóznak körbe-körbe, s rezeg az éjzátonyon. A város flotta összetörve. Október 30-án a miniszterelnök egyé vált a forradalommal, a nép megkapta, mire vágyott. Nem sokkal később, november 4-én hajnal 5 óra 20 perckor elmondott rádiónyilatkozatában, viszont egy szuperhatalom által megtámadott, minden valós reményét veszített miniszterelnök szólt. Az égbőzberű készen van. A hőmérséklet plusz 1 fok. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Hiszek a téli termőföldben, mely a magvakat megőrzi. Madarat, embert sosem öltem, s nem szoktam dacból összetörni a kiürített poharat. Feljelentettek, kitagadtak, befalaszták az életem. Körömmel vájtam ki az ablak tenyérnyi holdját, s énekem nem lett makogó monológ. Az értelmetlen dadogot nem követem semmilyen nyelven. Amit lehetett, elvesztettem hazában, házban, emberekben. S többé nem félek semmitől. Tanár úr, Ráckevén hogyan követték az események a főváros történéseit? Városunkban az összeomlott helyi vezetés elismerte vereségét, és a hatalmat átengedte az utcának és a Nemzeti Bizottságnak. Tagjairól nagy gyűlés döntött. Október 27-én történt a nevezetes esemény, amikor 2500 ráckevei polgár gyűlt össze a régi városháza előtt. Nemzeti drapéria, egy teherautó világító reflektora és csita zenekara volt itt. Soha nem volt egységben és rendben álltak itt azok, akik megrendülten énekelték emlékezetből a székely himnuszt, az ott, ahol zúg a négy folyó, és a szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország tiltott dallamait. Önfeledten tiporták lábbal az erkélyről nyíl nélkül ledobott égő vörös zászlót. A messzire mutató példa a fővárosi eseményekkel való azonosulásunk volt. Budapest élelmiszer ellátása gyakorlatilag kimerült. Kórházak, gyermekintézmények maradtak ellátás nélkül. A harcok és sebesülések hallatán október 28-án indult meg a gyűjtés. Hihetetlen, de egy nap alatt városunk asszonyai ismeretleneknek sütöttek kenyeret, fiatalok hordták a városházára az almát, a krumplit, és indult a segély valamelyik szabadságharcosokat ellátó kórházba. Senki nem tudta, kit segít meg, de szinte naponként indultak az újabb és újabb teherautók. Még november 13-án is érkezett Ráckevéről adomány egy gyermekotthonba. Magyarok, testvérek, fergetekként zúdult az ellenség népünkre.
hogy kezünkből a szabadság zászlaját kiverje. Sátáni erővel pusztítja fiaink, mint őskori gyilkos barbár rombolja házaink. Október, október, te új csodás kikelet, töltsd el hittel, bátorsággal az ifjú szíveket. Rázzuk fel a világot keserves álmából, és kérdezzük meg, mit tudnak a magyar hazáról. Látnák csak, hogy harcol a hős lelkű ifjúság, láncát tépve, szétrepítve zászlaján szabadság. Hirdessük a világnak, újra él a magyar. Mutassuk meg, hogy egy szív is tud lenni, ha akar. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörű, mint a nagyvilág. A zeng a zene szól, látom ragyogó, szép orcád. Tátos paripánkon odaszállunk, hazahívjunk, fa, lom, virág. Úgy sír a hegedű, bár egy gyönyörű szép ország.